Az esemény és autós bemutatót tartott a hazai rali bajnokság két élpilótája, Valentin Porcsistiánó és Keleti Edvin. A Sepsiszentgyörgyi Autó Krono Sportklub ügyességi autóversenyen négy kategóriában összesen 20 pilóta állt rajthoz, és 17-nek volt mért idője. A csomortáni Levente és az Autó Krono Klub szervezésében megrendezett verseny nagy közönség sikernek örvendett. Ez egy úgynevezett ügyességi autós verseny, ahol részt vehetnek amatőr versenyezni vágyó helyi fiatalok, és nem csak helyi fiatalok, mert ezeken a versenyeinken akár az ország déli részéből is eljönnek versenyzők. Mivel megvannak azok a feltételeink, és megvannak azok a szakembereink, akik meg tudnak egy ilyent viszonylag profi módon szervezni. Most először sok év után sikerült elhozni a helyi versenyünkre az országos toppilotákból kettőt. Váli Porcsistiánó a tavalyi évi országos rali bajnok, Edvin Keleti második, harmadik, most nem akarom se leértékelni, se felmagasztalni. Az ő autóik több száz lóerős Mitsubishi Evo 10-esek, van egy Renault Clio, a Citroen C2, amelyik ugyancsak az országos rali bajnokságba megy, annak nincs most itt a pilótája, de azt is elhoztuk, hogy lássák az emberek. Ezekkel a versenyeinkkel megpróbáljuk a Székelyföldet promoválni, azért hoztuk el ezeket a versenyzőinket, hogy hozzuk vissza a csiki autósportba azt a feelinget, ami volt valamikor, ugye 25 alkalommal rendezték meg, és rendeztük meg a Hargita Rallyt. Most volt egy 7 éves szakadás, amit nem tudtunk befödni autóversenyekkel. Tavaly óta viszont újra felvettük a harcot a hatóságokkal, mert ugye a hatóságoknak nem mindig kenyere, hogy ezt a vidéket promoválja, vagy hírnévre emelje. Ugye Csíkba híres a hoki, de viszont sokan nem tudják, hogy híres az autósport. Mi 15 évvel ezelőtt ugyanígy ilyen helyi amatőr szinten kezdtünk versenyezni. Belőlünk többé-kevésbé pilóták lettek az országos bajnokságban. Most megpróbáljuk újra visszahozni, még egyszer mondom, a Székelyföldre ezt a sportot. A Rally Team a temesvári rallira készülve véglegesítette a versenygépek beállítását a megyében. Szombaton Gyergyóditró közelében egy 6 kilométeres útszakaszt választott ki tesztelésre. Az idén alakult csapatban versenyzik Keleti Edvin és csomortáni Botont alkotta páros is. Mi itt voltunk Ditróban, teszteltünk, mert jövő héten van a temesvári verseny a román bajnokságban, és akkor mi itten teszteltünk valamit az autón, és hogyha már itt voltunk, akkor Levi meghívott, és szívesen jöttünk el ideig. Mit vár el ettől a versenytől? Hát mi nem fogunk igazából versenyezni, mi csak be fogunk egy picit mutatni az autónkat, és hogy megyünk, nem azt akarjuk, hogy a helyi fiúk ezek versenyezzenek, és ők nyerjenek itten. Mi csak egy picit eljöttünk, mert meg voltunk hívva, és szívesen eljöttünk. Mit gondol a helyi fiúkról akkor? Hát én nagyon örvendek, nem nagyon ismerem igazából őket, de nagyon örvendek, hogy ilyen versenyeket szerveznek. És ez egy nagyon fontos dolog, mert mi is, amikor megkezdtük az autózást, ilyen helyi versenyekről indultunk, és akinek sok akarata van, és persze be is fut egy picit a sponzorizálás ez, de nagyon komoly kell legyen, és akkor egy párnak biztos oda fog jutni a román bajnokságba, vagy még a világbajnokságba is. Mesélj egy kicsit akkor magáról, hogy milyen versenyeken vesz részt, vagy mik a jövőben a tervei? Hát én igazából nagyon rég kezdtem meg ezt a sportot, 6 éves koromban, és most már 20 éve a román bajnokságban versenyzek, és kétszer kint is voltam a világbajnokságon, ott is versenyeztem. Úgyhogy... Jelenleg mire készül? Jelenleg arra készülünk, hogy jövő héten van a második futam a román bajnokságból. Az első futamot megnyertük a mi kategóriánkat, és egy nagyon, nagyon nehéz év áll előttünk, úgyhogy nagyon komolyan kell ezt vegyük, és azért is tesztelünk, és minél komolyabban kell ezt csinálni. Köszönjük szépen, akkor sok sikert! Köszönöm szépen!
Tegnap fent voltunk tesztelni a Detroitban, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és azáltal, hogy a csíkszeredai barátaink meghívtak erre a rendezvényre, eljöttünk, mivel nagyon-nagyon szeretnénk promoválni a motorsportot. És mint megnyitó, itt vagyunk. Annyit még meg szeretnék jegyezni, hogy az, ami itt történik Csíkszeredában, az egy helyi, regionális amatőrbajnokság, ami nagyon-nagyon jól jön. Igaz, mi a román nemzeti bajnokságban, tehát a profi bajnokságban versenyzünk, de azáltal, hogy az amatőrbajnokság is promoválva legyen, jó az, hogyha egy-egy profi is meg van hívva és jelen van, mivel nem mindenki tud eljutni. Az életben nincsen megadva az a lehetősége, hogy a profi bajnokságban is versenyezzen. Igaz, nagy a különbség, hogyha megnéznek ezek majdnem utcai autók, és azzal, amivel mi versenyzünk, hogyha gondoljátok, majd le is lehet filmezni, az egy nagyon-nagyon jól felkészített, világbajnoksági szintű autó, amit a Colina Motorsport gyártott. De viszont nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy megszervezik ezeket az amatőr bajnokságokat és helyi bajnokságokat. Igaz, mindenki eljön, megméretkezik, hogy mennyire jó pilóta vagy mennyire jó autója van. Az ügyességi versenyen bemutatót tartott Valentin Porcis-Teanu is, aki elmondása alapján örült, hogy a télen vásárolt versenygéppel tudott jó néhány kilométert tenni, hiszen idén csak egy rallin indult, az autójával pedig még ismerkedik. Sunt Vali Porcișteanu, campionul național din sezonul 2011. O performanță bună, sunt cel mai tânăr campion din toate timpurile. Am reușit să câștig primul titlu de campion la 28 de ani. Astăzi ne aflăm la Miercurea Ciuc pentru o mică demonstrație. Suntem în zonă împreună cu toată echipa BCR Leasing Rally Team pentru că am făcut niște teste ieri în zona localității Ditrău. Ne pregătim pentru etapa de la Timișoara. Suntem cu mașina cea nouă, am reușit să facem ultimele setări și ne bucurăm că totul este în regulă și cred că vom avea un rezultat bun și la Timișoara. Va fi o luptă strânsă, sunt cel puțin 6 echipaje care trag tare și pot câștiga oricând o etapă de raliu și titlul de campion în acest sezon. Noi vom încerca să ne apărăm titlul câștigat în 2011 și promitem ca de fiecare dată că vom face și acel show cu care i-am obișnuit pe toți fanii noștri. De aceea suntem și astăzi prezenți la această cursă de îndemânare, unde am primit o invitație toți membrii echipei și am onorat-o pentru că eram în zonă. Ne bucurăm că promovăm acest sport și cu siguranță pe viitor vom fi în continuare alături de astfel de eveniment. Mersi! A csapat két napot töltött Hargita megyében. Keleti Edvin elmondta, a csapat egyik párosa Pitesről, ők Csomortáni Botonddal Kolozsváról, az autók Bukarestből, a versenymérnökük pedig egyenesen Angliából érkezett. My name is Bob Sexton. I work for Colina Motors. I've been involved in Romania in the National Rally since year 2000. It's become a bit of an infection for me. I've been here every year, mostly working for Colina team. And I don't know, it's good to see the sport involved here. Every year by year it gets better and better. And for me it's very interesting. Az országos élpilóták bemutatója mellett természetesen díjazták az ügyességi verseny nyerteseit is. A nyílt versenyt a székelyudvarhelyi Miklós Attila nyerte, a tusnádi Simon Zsolt és a csíkszeredai Niku Hacegán előtt.